Ausztráliától Dél-Amerikáig összesen 775 mintát kóstolt meg a 21. Vinagóra zsűrije. Magyarország egyetlen nemzetközi borversenyének a hagyománytól eltérve idén nem Budapest, hanem Szekszárd adott otthont. A kétnapos verseny szervezésében és lebonyolításában szekszárdi borászok és a helyi Babits Mihály Kulturális Központ is részt vett. A nemzetközi zsűri pedig mindennel elégedetten távozott a Tolnai megyeszékhelyről. Nagyon pozitívan nyilatkoztak a rendezvény körülményeiről. Tulajdonképpen azt mondták, hogy a szekszárdi borászok nem csak a bor készítésében, hanem a szervezésben is nagyon jók és maradandót alkottak. A járványhelyzet miatt az idei Vinagóra rövidebb volt, mint a korábbi években. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere azt mondja, a pozitív tapasztalatoknak köszönhetően elképzelhető, hogy jövőre újra itt rendezik meg majd az ország egyetlen nemzetközi borversenyét. Vissza fognak jönni Szekszárdra egy rendes Vinagórát majd megszervezni. Tudni kell, hogy ez a Vinagóra a legnagyobb magyar nemzetközi borverseny. Ez, ahogy eljött Szekszárdra, ez a borvidéknek óriási elismerés. Én pénteken és szombaton is kilátogattam a rendezvényre, és nagyon örültem annak, hogy a fiatal szekszárdi borászok egy külön lehetőséget kaptak, hiszen valamennyi bizottságban a nagy öregekkel, a magyarokkal, külföldiekkel együtt minden esetben egy fiatal szekszárdi borász is részt vett a munkában. A tervek szerint jövőre már egy korábbi időpontban tartják a Vinagóra nemzetközi borversenyt.